Nem először kapta meg a minősített közművelődési intézmény címet az EKMK. Az intézet legkorábban 2013-ban pályázott sikerrel az elismerésre. Az EGRI Kulturális és Művészeti Központ kiállításokat, workshopokat, előadásokat, táborokat, biennálékat rendez, emellett koncerteknek is helyszínt biztosít. Az ott dolgozók munkáját idén is siker koronázta. Egy szakmai elismerés és tudatos közművelődési tevékenységet feltételez ez a cím, tehát akik megkapták, ott egy olyan munka folyik azokban az intézményekben, amely mindenképp elismerésre érdemes. A múlt heti közgyűlésen Eger alpolgármestere is méltatta az intézményben folyó kulturális munkát. Ehhez kapcsolódóan Martonia Derjedikó elmondta, a város valamennyi művelődési intézménye nyert az emberi erőforrás fejlesztési operatív program egyik pályázatán. Szeretnék még gratulálni valamennyi EGRI művésznek, az EGRI kultúra területén munkálkodó valamennyi szakembernek, kulturális intézményeinkben, illetve civil közösségekben, és kívánok sok erőt, egészséget a munkájukhoz, és az, hogy még nagyon sokáig gazdagíthassák Eger kulturális életét. Az elnyert összegből a kulturális intézmények az iskolákat szeretnék segíteni a diákok szabadidejének hasznos eltöltésében, például művészeti, művészetpedagógiai foglalkozások indításával.